The Holiest Motor Stadion is located in western Sweden, near the Norwegian border, and hosts the magic weekend of rallycross in early July each year. This is one of the toughest tracks on the calendar, with drivers fighting to master its undulating surface. Üdvözlök mindenkit itt a GMFX Studio csatornán. Most egy új sorozatot indítunk, mégpedig a Rallycross világbajnokságról. Minden hétvége előtt fogunk menni egyet. Most a svéd hétvége következik. Teljes egészében nem tudjuk leszimulálni a Rallycross világbajnokságot, mivel ez nem a 2019-es, hanem a 2018-as világbajnokságnak felel meg. Tehát mások a pályák is, mások az autók is. Például évelején több pálya nem is egyezett meg. Gondolok itt a portugáliai hétvégére, ami idén nem volt, tavaly pedig volt. Illetve Belgiumban is most már ettől az évtől ott Spán egy elkülönített részen mennek. Minden hétvégén olyan autóval fogunk menni, amivel Szabó Krisztián megy, mégpedig ezzel a fehér Audival. Use the Joker lap to your advantage. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time penalty. Már szétnéztem itt a pályán, tehát nem most először fogok menni rajta. Már valamennyire ismerem a kanyarokat. És akkor kezdjük is a első időmérővel. Ötödik pozícióból indulunk, az nem jó hely. Az távol van a kanyartól. Use the handbrake to get the car turned into velodrome and then you'll carry as much speed as possible. Nehézségi szint 100%-on van, hogy ne szarozzunk. A világbajnokságon sem a amatőrök mennek, hanem a legkeményebbek. Go, go, go! Ha beugrasz, két Joker van. Jó, eddig jó, elsőnek el tudtunk fordulni. Ez nem volt olyan jó kanyar. Hoppá, hogy behúzott. Bakerút. Aha. És le is csúsztunk az ívről. Nem szabad, hogy letapadjon a háta. Jokerre nem megyünk. Meglökött a levegőbe. Az igen. Nem finomkodnak. Ez meg visszajött Jokerről. Elénk. Egyébként egész hétvégére elég jó időt mond ide. Napos, kivétel talán a második időmérőre. Ott van egy kis nedves időre esély. A szombat, ez szombat délelőtt van, az első időmérő. Jokerre ki kell mennünk a következő körbe. A második időmérő a szombat délutáni időpontban van. Most ki kell menni, itt a Joker. Egész jó íven van egyébként. Visszajött elénk. Bakerud, ő is Audival megy. De sokkal rosszabb, mert nem látod az ívet. El is rontottam. Beporol elénk, vége. Na, extrém. 4-20, az igen. Ott problémák voltak, ő esett ki. Az volt az a kocsi, ami kiesett. Összesítésben 7. az elfogadható. Jön a második időmérő. Ott van egy kis esély esőre.
szombat délután, ilyen 2-3 óra körül, 30% esélyt ír esőre. C verseny, bemegyünk és a második pozíció, rajt pozíció. Verseny, ami időmérő. Csak a karosszériát kell javítanunk. Egyébként mindegyik autó négyszer megy időmérőt, és mindegyik időmérőn 5 autó versenyzik. Most a kettes pozícióból indulunk, ha sokkal jobb, mert jobb kanyar lesz, és belső ível leszünk. Get ready. Írja, hogy a Joker kicsit több mint egy másodperc időveszteség. Go, go, go. Most kicsit vizes is a aszfalt és a föld. Csúszósabb. Hát olyan korcsolyázós. Letolta magát. Tényleg csak arra kell figyelni, hogy a háta ne tapadjon le. Hú, de fényes. És itt is megvolt a kicsúszás. És a kipörgetés is. Nem baj, visszahoztuk. Van ilyen. Itt nem finomkodnak. Itt kilöktük a Joker körre. Ne! Úristen, ez mi volt? Úgy megforogtunk. De van ilyen. Nem lehet minden tökéletes. Na, ez most jó kiadta. Ötödikben ott padlón el lehet szépen fordulni. Probléma, hogy előttünk mind a ketten kint voltak már Jokeren. Kijönjek én is most. Visszajöttünk másodiknak, a szép. Lehet, hogy ez a C verseny időmérő. Nem olyan erős. De ugye az számít, hogy összesítésben milyen időt érünk el. A Jokerre már nem menjünk ki többet. Pedig adnám magát, mert ott van külső íven. A bejárathoz oda nem kell annyira lassítani. El kéne kapni, de már az utolsó kör. Hopp, hát jó van, azokat a kis jelzőket szeretjük. Gyűjtöm őket. 2.54, ez jóval rosszabb volt, hát kétszer megpörögtünk. Nem is tetszik neki. Hát a többiek se szuperáltak, hát Lőbbel mi van? Mi egyébként már nem megy 2019-ben. Fú, 17. idő. Hát igen, úgy látszik, hogy azok, akik ott alattunk vannak, 18-19-20, azok mind a C versenyben voltak. Ez nem volt jó most. Na mindegy, jön a harmadik időmérő. A versenyben leszünk, és második pozíció ismételten. Na, legalább látszik, hogy dolgoznak ott, fekszik a kocsi alatt. Radiátor. Igen, ezt oda csaptuk kétszer, vagyis legalábbis megforogtunk. Hú. Lehet, hogy a... Igen, ezt meg kéne nézni, hogy mennyit cserélni. 20 perc. Jó, akkor a radiátorra megy egy standard fix, erre is egy standard fix.
Jó. Ez fontosabb a futómű. De radiátor, hát csak nem melegszik túl, 4 kör van. Oké, harmadik időmérő. Itt azért jobb időt kéne menni, mint a másodikon. Többiekhez képest nem rossz a rajt. Egyébként itt vigyázni kell, itt meg lehet borítani. Na jó, ki kell mennünk. Nehéz lett volna elfordulni. Azta! Mi ez a porfelhő? Ó! Átváltottunk külső nézetre. Mi van veled? Az életből ilyet nem csinálsz. Új, itt sok volt a 4. Itt 3-asba kell. Úristen, de szögletes volt. Előttünk lévő már kint volt Jokeren. De őt meg lehetne előzni. Na. Ujj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 
átcsapott a dolog. Pedig megelőztük. Nem volt jó megint. Hát ott le kell körcőzni szépen. Na szép, visszajött ő is elénk. Ez most jó volt. Már jobb volt, de nem jó meg mindig. Hát, hogy már nem fogjuk tudni megelőzni, mondjuk nem is azt számít, hanem hogy idő legyen minél jobb. Hát az előzőnél sokkal jobb, de az elsőnél meg mindig 3 másodperccel lassabb. Összesítettben 10. hely ezen a 3. időmérőn. 4. C verseny 5. helyéről kezdjük, az jó szar hely. Na, kell egy turbó. Turbót csak megjavítjuk. Futómű legyen cserélve. A futómű geometriát cseréljük. Jó, későn. 4. időmérő. Hát remélem bejutunk az elődöntőbe. Itt jól kell most menni. Menjünk egyet kívülnézetbe, és akkor megmutatom a pályát, hogy hogy néz ki. Előző időmérő már úgyis sikerült átkapcsolni külső nézetbe. Rajt. Meg így látványosabb is. Jó a rajt. Itt egy Peugeot-nak meg jó volt. Ez Joker lesz. Egyből Joker. Utolsó hely. De itt vagyunk mögöttük, és már megvan a Joker. Hansen jó kilökött, szerintem ő volt az. Itt a célvonal.
Nem látok semmit. Visszacsapatjuk négybe. Három. Beúsztatjuk. Öt. Itt is vissza háromba, padló. Hármas padló, itt leforgatjuk. Hatodikba. 200 körül megyünk. Vissza kell pakolni ötre, kicsit szűkebben tartani. És alulkormányzott. Hú, de rossz volt. Hogy rám húzta? Ez az... szép volt. Elsiszoltunk ott belül. Jó, megvan a Joker, első hely. Nagyon szuper. Négy... na, most meg kidobott. Nem volt tökéletes, mindig. Visszapakoljuk itt, tehát negyedik. Itt vissza három. Három padló, de nem ennyire szűken, mert megdobott. Vissza ötből hármasba. Föl négy. Vissza három. Végig szépen csúsztatva. Itt jó, begyorsulunk. Megfékezzük. Ötös padlón. És itt vissza három megint. Szépen csúsztatva, mert... alulkormányzott lesz. Az időveszteség ott. Na, ez jó volt. 2:38. Mind az első időmérőn. És ez egy hatodik hely lett így. Összesítésbe a negyedik időmérőn. És... 8. helyen tovább jutottunk az elődöntőbe, így kaptunk 9 pontot. A 2-es számú elődöntőbe fogunk menni. Ugye még a 3-as és a 4-es időmérő az vasárnap délelőtt volt, az elődöntő és a döntő azok pedig délután lesznek vasárnap. Két elődöntő van, 6-6 kocsi megy mindkét elődöntőbe, tehát a legjobb 12. És a két időmérő összesítéséből a legjobb 6 jut tovább a döntőbe. És egy döntő van, értelemszerűen. Jó, bodywork. Az érdekes, csak a bodyworköt kell javítanunk. Más nem. Milyen jó dolguk van a szerelőknek, nem? Negyedik pozíció, az nem olyan jó. De mondjuk itt 6 autó van. Itt már nem egymás mellől indulunk, hanem így átlósan egymás mögül. Baloldali oszlop második. Mentem a előző videókban, azt jó felső zsarukban meg tudjátok nézni, a Volkswagennel. Ez kicsit gyengébb, 30 lóerővel gyengébb autó. De szerintem nem is fordul olyan jól. Egyszerűen nem olyan kezes. Nem fordul olyan jó a háta. Vagy megbombáztak minket. Na, sikerült eljönnünk szépen. Még ezt a elődöntőt lenyomjuk ebbe a nézetbe, és aztán visszaváltunk belsőre. Belső nézetbe az jobb. De így legalább, aki még nem játszott ezen a pályán, ugye átlátja az egészet.
Na. 2,5 másodperc előny, de még ott a Joker. Egyébként ami nehézség volt, az rögtön itt ez a kettes kanyar, szerintem a kettes kanyar, amit most nem veszünk be, hanem kijövünk a Jokerre. Majd a következő kör elején elmondom. Christopherson itt is van mögöttünk. Egyébként szárazon jóval tapadósabb. Ott a második időmérőn csúszkálosabb volt, de tetszett. Na ez az a kanyar. Itt nagyon szűken kell jönni. És meglepő, hogy ott jobban vissza kell lassítani, mint a Jokerre. Egyébként különbség még, hogy a elődöntőn és a döntőn nem 4 kört megyünk, hanem 6-ot. Tehát itt egy jó 50%-kal több kört kell menni. Kicsit hosszabbak a versenyek. Itt van mögöttünk folyamatosan. És itt elméletileg... Hoppá! Rossz volt az ív. Meg is lehet borítani az első kanyarba. A másodikban meg megdobatni magadat. Erre nem jöttem még rá, hogy ideális. Mert nagyon oldalra fele gyorsul inkább, hogyha nyomod padlón. És nem előre felé haladsz. Hát, hogy kipörögnek a kerekek, csúszkálsz oldalra. Most is megdobott. Aha. Hát ez benne van. Itt így játszanak a fiúk. Simán meg lehet pördülni. Visszaváltunk a nézetet. Tehát a következőt már belülről fogjuk. Első hely megvan. Itt még kicsit nekünk jöttek. 3.55. Ugye ne felejtsük el, hogy ez hosszabb verseny volt, tehát nem lehet összehasonlítani. Ez a 38 fél az... Azok már ilyen jó körök. Elfogadhatóak. És megvan a 6 pontunk. Hazaz. Gondolom tovább jutottunk a döntőbe. Az első 3 helyen Audi van. Extreme, Bakerud és mi? Úgy látszik nem rossz az Audi. Második rajt pozíció. De jól tudom, itt a döntő és az elődöntő között nincs sok idő. Ott egyből mennek. Legalábbis a valamelyik előző verseny hétvégén mondta Szabó Krisztián, hogy ott egyből kellett menni. Na gyerünk! Itt az utolsóba, belülnézetbe megyünk. Mégis úgy az igazi. Megpróbálok minél jobb köröket menni, és... Ready to race. Addig csak a játék hangját hallgassátok pár... Hát... Egy rövid ideig, pár körig. Go! Az igen?
ez rossz volt nagyon. Ez is. Belül elkaptuk ott a rázót, kipörgött a kerék. Szerintem ez a legnehezebb kanyar. Az egyes. A pályán. Vagy ez a kettes. Igen. Nem az egyes, a kettes. Megelőztük Joker körön. Azta. Lesiszolt mellénk. Utána meg belső évben visszamentünk. Azt. Hát ez... De milyen tisztán sikerült visszaelőzni. Kellett volna a kettesük visszamenni. Most jön az utolsó kör. Nem kéne már elrontani. Nagyon nyomul. Két tizeden belül volt. Nyertünk egy kicsit. És az utolsó kanyar cél. Első hely. Ez az. Nem volt könnyű ott a vége felé, mintha gyorsultak volna. Extrém. És ahogy rajtoltunk, nem abban a sorrendben, de az első három Audi az ott van. És első a döntőbe. Összesítésben... Mivel nem csak a döntőben lehet szerezni pontot, harmadik hely 23 ponttal, és a két Audi van fölöttük, hát ez hihetetlen. Jó. Na, ez jó volt. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Egy hónap múlva fogjuk folytatni Kanadából, augusztus elején, most hétvégén, Svédország, ugyanígy, ahogy a videóban volt, Szabó Krisztián. Reméljük egy jó helyezést tud elérni, és följebb tud jönni a világbajnokságban. Sziasztok! 4, 3, 2...